Mondd el, mit látsz, mondd el, ki vagyok. Csak a szemembe néz, s mindent látnod kell. Mi az, amire vágysz, csak ennyit adhatok. Magamból én, te döntsd el, mennyit én. Szállj még szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így él jutalom, te is hallgass rám. Minden percben elvarázsolsz teljesen. Minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc. Fekete Dávid! Dávid, én azt éreztem ma este, hogy te rendkívül ideges voltál, és valami feszültség van benned, közben pedig mindenkinek a kedvence vagy, és nagyon szeretnek a nézők. Úgyhogy kell még ezért küzdeni neked, mert most egy picit úgy érzem, hogy te érzed valami miatt azt, hogy nem megy. Pedig megy ez, hidd el nekem. És valahogy a számok sem olyan erőteljesek, a többiek jobb számokat választottak, úgyhogy én most remélem, és mondom, hogy szavazzanak rád, mert én féltelek most, hogy mi lesz. De drukkolok. Dávid, bocsánat, én jövök. Ez a kirándulás, amit a műsor második felében van, ami elvarázsol minket, mert tényleg nagyon nagy meglepetéseket okoznak egyesek, mármint pozitív meglepetéseket, amit nem okoztál most, az nekem nem volt sajnos annyira pozitív ez a meglepetés. Ebbe nagyon jól belehallottam azt, hogy igazából tényleg odavaló vagy a musical műfajba, ahol ma például az elején egy bravúrt mutattál be, itt viszont ez valahogy neked nem a műfajod. Én azt érzem. De azért hadd adjak tanácsot, te színész vagy, igaz? És az is leszel. Hát ma most színész vagy, aztán majd címzetes színész is leszel, hogyha odáig eljutsz. Szóval nem kell ennyit ugrálni ebben a nótában, hát ez egy vallomás, hát ez annyira kimondja az érzelmi gondolatokat, hogy elég, hogyha csak a szemeddel játszod el. És akkor talán könnyebb lesz, mert egyszer már mondtam neked, a túl sok mozgásban néha bekeverednek olyan hangok, amik bizony, hát mondjuk népiesen és egyszerűen hamisak. Mindegy, azért két produkciód volt ma, és én is drukkolok neked. Köszönöm.
Dávid, szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy bele kell, én ezt sokszor próbáltam neked mondani, hogy próbálj meg független lenni a kritikáktól, még akkor is, hogyha ez pont... Kicsit mindig ez van bennem, tehát tényleg annyi felől kapom a támadásokat, hogy most műzikeleket énekelek, meg minden, pedig mindegy. Na jó, tehát ez egy kicsit rosszul érint, de ezeket kezelni kell, majd idővel biztos, hogy kezelni tudom, csak tényleg tehát annyira érzékenyen érintek. Tőlem ezt nem kapod, és azt gondolom, hogy ez a mai dolog is egy indispozíció, és nem az, hogy te nem tudsz mást énekelni. Én abszolút hiszem, hogy te tudsz mást is énekelni, abszolút jó. Szerintem ezeket a dolgokat neked nem kezelned kell, hanem egyszerűen nem kell figyelembe venned. Tehát most egy olyan kritikával foglak illetni, amit utána nyugodtan felejts el. Tehát nem kell figyelembe venned, mert hideget, meleget kaptál tőlünk. Azt mondtam, most itt vagy a döntőben 10 000 ember közül, szerintem ennek örülnöd kellene. Az, hogy most ez egy műfaji sajátosság, hogyha úgy fogtad volna föl ezt a dalt, mint mondjuk a Rocky Horror Picture Show egyik betétdal, akkor lehet, hogy közelebb állt volna hozzád, érted? Mert ez nem volt igazán egy rockdal. Tehát egyszerűen légy szíves, ezt most vedd komolyan, amit mondok, hogy ne vedd figyelembe a kritikákat, sem a jót, sem a rosszat, akkor leszel független művész. Nagyon röviden azt kérdezni, mi a baj? Van valami baj? Tehát van valami speciális baj, amiért ma... Ugye nem szeretjük elég. Hadd válaszoljon ő. Nem, és én. De van valami baj ma? Nem, talán tényleg a dalok nem voltak szerencsések, tehát a választás. Igen, én mondjuk is ezt érzem, egyetértek a Sándorral. Egy úgy énekeltél, nekem az volt, az, mint egy musical színész, mikor egy hakniban fölmegy és előad egy rockot. Szóval ez ilyen volt, tudod? Tehát sikertelen sajnos. Tehát ha ma kiesel, akkor is az 5. legjobb vagy most ebben a pillanatban. Úgyhogy én akkor is azt mondanám... Így van, azt mondanám, hogy előtted az élet, előtted a jövő. Tehát csak azért mondom, hogy ha ez így alakul, mert látom már könnyek gyűlnek a szemedbe, szóval azért nem az életedért küzdesz, érted? Szeretném azért ezt minden versenyzőnek mondani, nem az életért küzd, hanem éppen azért, hogy 5., 4., 3., 2. vagy 1. lesz 10 000 jelentkező közül. Ez nagyon nagy dolog. És hogy egy pozitív mondattal zárjuk ezt a furcsa, szomorú hangulatot, ha viszont tovább jutsz, akkor fel fogod szívni magad, és nagyon-nagyon jó lesz a verseny. Viszont még annyit, hogy... Hajrá, Dávid! Egy pillanatot még annyit hadd mondjak, hogy esetleg még a nézők még ezek után, tehát így bizalmat szavaznak a következőt, azt már tudom, hogy 2 popdal lesz, úgyhogy ha esetleg szeretnék, akkor ütesünk. Ez most a rock-rajongóknak címezted a cikknek? Ez úgy kevés, meg kell gyulladni itt a színpadon, azt mondja, hogy minden égjen. Na menjél, Dávid, csatlakozz a többiekhez.